Életedéket! Változatlanul nagyon szép szenet van nekem, akkor is tetszett, amikor elszer láttam ott talán. Csak egy vödörször otthon maradt. Zita! Jól van. Oké, hello. Szia. Ide kérhetem, közel nem egy kicsit felszínezni. Jó méretű. Nagyon szép szemek. Majd belejön. Elől elég keresztező mozgás. Kéretem a kutyák, viszont közel egymáshoz. Mutogatja magát, próbálja felemelni, és azt mondani, hogy ő kis valaki lesz majd talán. Mind a kettő kutya nagyon szép fejjel rendelkezik. Nagyon jó füllel, nagyon szép szemekkel. Mind a kettő kutyának a legnagyobb hibája, hogy nincsen szőr a mai napon. És nem tudom pontosan eldönteni, hogy a félem dolgáló kutyának átállt. A mai napon a győztes kutya ő lesz. Gratulálok, kitűnő egy. Fiatal sztársak, ez a HP-jé. És a kutyúni kettő, gratulálok. Közül csókolom.
ez egy csak. Honnan került elő az a szép kutya? Na, jó felépítési típusos hely. Megfelelő fül. Eltetszik indulni kezdeni csapolom kettő nagy körre. No, mi következik ennek? A fiatal ember könnyen át tudja lépni a korlátot. Na kérem szépen, eltetszetek indulni egy nagyon nagy kör. Nagyon nagy kör kérem. Hadd legyen. Idegetén kutya, szép kutya, csak az egyik egy pici kicsi, és ugye ennek a fajtának azért erősen nagyobb lakó. Gratulálok neked! Ez Junior, találkozunk akkor. Figyelsz! Hogyan vagyunk itt, most mi van? Fel a csoport pillanatára. Valamennyi kutyát ő delegálta a szívős csoportjából a részvénybe, tehát ezeket a kutyákat egyszer kivérmette úgy, szokásban, most illetően közben kisség késre, de még az utolsó pillanatban megérkezett az amerikai, amit a mai napon felkérdeztesen. Itt tehát magyar viszonylag van egy relatíve nagy létszámú ötös csoport. Az első szelekció megtörtént, kiválasztási felül a Husky, a Samoyed, az amerikai, az eurázsiai, a fáraó kutya. Mehet. És a kis pic, oranzs színváltozatban. 7, csinálat 6. Az amerikaiak, az afrikaiak,
számolni, hogy mit adt tőle. A Shiba Inu. Hasibiri Haski, a többieknek köszönjük.